hogy bár nem szeretek így szóval szerepelni, ahogy láthatóknak is a drámában, a életben, a beugróban, hogy mindig volt problémám a szerepléssel, valószínűleg valami régebbi dolgok. Nem tudom a témát. Hát a lényeg, hogy részt vettem még táborokban, még több tanfolyamokon, mert milyen kíváncsi természetű vagyok, és sokat tanulok, és általában szokta lenni a legidősebb a részvevők közé, mert általában ezek főleg az ezoterikus spirituális körökben főleg nők, úgyhogy sokszor az egyetlen férfi szoktam lenni, vagy még egy-kettő. A lényeg, hogy nagyon sokat tanultam ebből a táborból, mindig lehet tanulni ilyeneken, még annak ellenére, hogy mindig úgy vagyok, hogy nem várok el semmit se, szóval nincs egy bizonyos fogalmazott elvárás. Bízom a bizonyos eseményre, és mindig ezáltal mindig jobb, mint bármikor. Hát nagyon sokat tanultam, nem is gondoltam volna, hogy a természetgyógyászat ennyire szerte ágazó, és a társoktól is így beszélgetve, összebarátkozva, megint érzelmekkel és sok információkkal is fogok távozni innen, sőt, fogalmazódott bennem néhány döntés is. Egyik, már kezdek botlotni, szóval érzelmileg. A lényeg, hogy a vegánsággal kapcsolatosan, szóval elkezdtem én korábban, de eddig valahogy nem lett. Köszönöm. Igen, a vegánságot eldöntöttem, hogy fogom tartani. Lehet, hogy véglegesen, ha lehetséges. Általában kitartó vagyok, ha valamit a fejembe veszem. Valamikor 3 hónapig még próbáltam a szempontot tavaly, de aztán feladtam. De viszont most Balázs nagyon meggyőző volt, és magában az egész társaság már több példamutató van itt ki ezen az oldalon áll. Persze hajlamos tudtam hallani azokat az információkat, melyik ellene is beszélnek, de ezen kívül a táplálkozáson kívül magában az egész terület az orvoslásban nagyon sokat segít, szóval orvos szemléletből ez nagyon kiegészíti az orvosi szakmát, és kár, hogy nem mindenki így gondolkodik, vagy kár, hogy nincs lehetőségük talán, vagy idejük, hogy szakítsanak erre, mert ez mindenkinek önismeretként, még tanulásként, mert már ott állunk, hogy az orvoslás nem mindenképpen nem egy gyógyító módszer, és tényleg a kezelés kézzel kell csinálni, nem hiába ez a neve, és itt a természetgyógyászatban a leggyakrabban ezt használjuk, úgyhogy Magdikától is egy csomó receptet hallottuk, meg fogjuk tanulni. Szóval tényleg, hogy nagyon tanulságos, nem akarom lebolni az időt a többiektől, úgyhogy orvosként is nagyon sokat tanultam ebből a táborból, így személyesen is által. Szóval
És így megismerve a személyesen által a pszichiáterként figyelem az embereket, mert ez egy alapjállítodás. Nem véletlenül kerültem erre a területre, mert én fiatalkorom óta figyelek, és magamban elemezem az embereket, és utólag ellenőrizem, hogy az, amit első benyomás volt, ha utólag, úgyhogy voltak kellemes csalódások is, és magában nagyon tetszett az egész társaság, szóval egy ritka csoport alakult itt ki. Róla mit beszélek, nem ismertelek korábban, de szeretném, hogy legyen a mesterem. Szóval, hogy a te utadat kövessem. Én köszönöm.